Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2020. december 9-én este 7:30-kor. Fenntartják a szigorú intézkedéseket, már több mint 6000-en haltak meg a vírusban. Nagy érdeklődés mellett zajlott le az idei Bács-Kiskun megyei turisztikai konferencia, Kalocsa is képviselte magát az online rendezvényen. Szünetel az ügyfélszolgálat a hulladékkezelőnél, a héten jár utoljára a zöld járat. A kormány továbbra is fenntartja a szigorú járványügyi szabályokat és intézkedéseket, melyek így már biztosan érintik a közelgő ünnepeket. A járványban eddig már több mint 6000-en veszítették életüket Magyarországon. A megoldás a kor legyőzésére továbbra is a vakcina, melyre már lehet regisztrálni. A mai napon újabb 3221 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést, ezzel már 259.588 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. A betegség sajnos életet is követelt, így a mai napi adatok szerint 160 többségében idős, krónikus beteg veszítette életét a vírusban. Ezzel az elhunytak száma 6280 főre emelkedett Magyarországon. Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítő képességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbít, tehát január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a további védelmi intézkedés. A karácsonyi ünnepekre vonatkozó szabályokról december 21-én lesz döntés. Nem szabad lazítanunk, hiszen mindenféle enyhítés most ezt a helyzetet, ezt a járványügyi helyzetet ronthatná. Fontos megőriznünk a továbbiakban is az egészségügyi ellátórendszernek a teljesítő képességét. Láthatjuk, hogy a kórházaink, illetve a lélegeztetett betegeink száma sajnos még nem csökken. Láthatjuk az adatokat. A megoldás továbbra is a vakcina. A kormány így minden lehetséges külföldi oltóanyagról tárgyal, és elindult a vakcinainfo.gov.hu honlap, ahol már lehet jelezni az igényeket a védőoltásra. A nyugdíjasokat dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos levélben is tájékoztatja a regisztráció lehetőségéről, ők pedig a levélhez mellékelt adatlap kitöltésével és visszaküldésével jelezhetik igényüket a koronavírus elleni oltásra. A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz. Ha meg lesz a megfelelő és a magyar hatóságok által engedélyezett vakcina, akkor a védőoltások beadása az oltási terv szerint zajlik majd. Elsőbséget fognak élvezni az egészségügyi dolgozók. Jelenleg pontosan azt nem lehet megmondani, hogy melyik külföldi vakcinával fogjuk megkezdeni a védőoltásoknak a beadását, ahogy ezek nagyobb tételben rendelkezésre fognak állni, megérkeznek az országba, és a magyar hatóság, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet mindent rendben talál, ki tudja adni ezeknek a forgalmazási engedélyét, biztonságosnak és hatékonynak fogja minősíteni ezeket a vakcinákat. Ezt követően kezdhetjük el a tényleges, tömeges védőoltásoknak a beadását. Addig is a közösségi terjedés megfékezése érdekében is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. Lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse házi orvosát. Továbbra is fontos betartani a koronavírus járvány elleni védekezés második ütemének szigorú védelmi intézkedéseit. Kis Róbert alezredes hangsúlyozta, hogy jelenleg is a betegség terjedésének meggátolása, lassítása, illetve a kórházak teljesítő képességének megvédése a cél. Kis Róbert alezredes az intézkedések közül kiemelte az éjszakai kijárási tilalmat, a maszkviselési kötelezettséget, a közterületi csoportosulások, gyülekezések tilalmát,
valamint az egyes üzletekre, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekre vonatkozó nyitvatartási és tartózkodási tilalmakat. Hozzátette, a Szentestére vonatkozó szabályokról december 21-én dönt a kormány. Az alezredes közölte, a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 208 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a hét elején. A rendőrök a 10 000 lakosúnál nagyobb települések önkormányzati rendeleteiben meghatározott maszkviselési kötelezettségek megszegése miatt 184 emberrel szemben léptek fel. Közülük 36 embert figyelmeztettek, 83 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, és 65 esetben szabálysértési feljelentést tettek. Elmondta, a maszkviselési szabályok be nem tartása miatt a tömegközlekedési eszközökön és azok várakozó helyein 12 emberrel, míg kereskedelmi üzletekben és bevásárlóközpontokban ugyancsak 12 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 566 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 156 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 410-ben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve az üzletekben történő tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be. A kijárási tilalmat hétfőn 380-an szegték meg, közülük egy ember a kutyasétáltatásra vonatkozó szabályt nem tartotta be. A kijárási korlátozás november 4-től a kijárási tilalom november 11-től van hatályban. November 4-től a rendőröknek 10.838 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük. Ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 42 esetben léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 7091 alkalommal intézkedtek. Az elmúlt napokban 18.131 alkalommal ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Hétfőn 6.208 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, így 45.542-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 3.998-an vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karantén szabályokat. Az FBHMP Nonprofit Kft. Szünetelteti irodáiban a személyes ügyfélfogadást. A hulladékszállítással kapcsolatos igényeket, problémákat így telefonon vagy interneten keresztül lehet intézni. Az év végéhez közeledve idén ezen a héten jár utoljára a zöldjárat, így a cég azt kéri, lehetőségekhez mérten mindenki ehhez igazítsa a kerti munkákat. A biológiailag lebomló hulladék gyűjtése az előre meghirdetett és az FBHMP Kft. Honlapján is közzétett menetrend szerint zajlik, áll a kalocsa.hu oldalon közzétett tájékoztatóban. A 2020-as évben ennek megfelelően ezen a héten szállítják el utoljára a zöld hulladékot. A Kft. Minden ügyfelet arra kér, ennek tudatában végezzék a kerti munkálatokat, és készítsék össze a szemetet, hogy el tudják szállítani azt. Az FBHMP Nonprofit Kft. Azt is közleménybe adta ki, minden irodájában szünetelteti a személyes ügyfélfogadást. A szünet időtartama december 21 hétfőtől január 4-e hétfőig tart. Ez idő alatt a hulladék gazdálkodással kapcsolatban telefonon, illetve internetes felületen kereshető a szolgáltató. Konténer megrendelés esetén e-mailben lehet az igényeket megküldeni a konténer megrendelés kukac@fbhmpkft.hu címre. Az üzenetben meg kell jelölni az igénylő nevét, a felhasználási címet, a konténer űrmértékét, a szállítás dátumát és a kapcsolattartási adatokat. Házhoz menő lomtalanítás igénylése esetén a plusz 36 79 524 821-es telefonszámot kell tárcsázni, ahol a 4-es menüpontot kell választani. Ezt követően meg kell adni a felhasználási hely irányító számát. Minden egyéb esetben változások, panaszok bejelentésére mind a telefonszámok, mind az internetes elérhetőségek használhatóak. Minden cím és információ elérhető az fbhmpkft.hu internetes oldalon.
A Bács-Kiskun megyei turisztikai konferenciát az eddigi évek gyakorlatától eltérően idén online térben rendezték meg, mely által hasznos ismeretekkel és gyakorlati jó tanácsokkal látták el mindazokat, akiknek a munkája érinti a turizmus területét. Az eseményen Kalocsa is képviselte magát. A tanácskozásról készült fotókat a közösségi oldalon tették közzé a szervezők. A résztvevőket Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke köszöntötte, melyet követően Molnár Anita, a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT programigazgatója, a 2021-2027-es ciklusban megvalósítható turisztikai fejlesztési lehetőségekről tartott előadást. A konferencia résztvevője volt kapitány Aliza Kalocsai TDM iroda ügyvezetője is. Számos résztvevő volt, a YouTube-on keresztül tudtuk követni a konferencia előadók előadásait, és ez a megyei turizmust is bemutatta, illetve a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a jelenlegi munkáját és a jövőbeni terveit is hallhattuk. Az, hogy milyen beruházások, turisztikai beruházások jöttek létre 2020 során a megyében, illetve hogy milyen jövőbeni tervek vannak. Emellett voltak praktikus tanácsok is, úgymond szakmai előadások a településen belüli civilek együttműködéséről és annak hasznáról a turizmusfejlesztésben kicsiben is. Az eseményen szó esett a digitális turizmusról, amely előrevetítette a jövőre vonatkozó különböző irányokat, illetve előadás volt a programcsomagokról is. Kalocsán, úgy, mint az egész országban, jelenleg bizonytalan a turizmus helyzete. Én azt tudom mondani, ugye minden attól függ, hogy a vállalkozói szféra, aki a turizmusban érdekelt, az meddig rendelkezik tartalékokkal. Ugye most még nem látjuk, hogy hogyan alakul a vírushelyzet világszinten, illetve ha csak az európai beutaztató piacokat nézzük, akkor szintén elég bizonytalan a helyzet. Kalocsára leginkább a csoportos turizmus a jellemző. Én úgy gondolom, hogy a megyei turizmusfejlesztési koncepcióba való beépülése a városi kínálatnak, ugye az egészségturizmus a fő zászlós hajója most a megyének, tehát mi a kulturális kínálatunkkal tudunk erre rácsatlakozni, illetve az aktív turisztikai fejlesztések, amik a közelmúltban zajlottak itt a térségünkben, valamint a szelídítónak ez a nagy arányú fejlesztése, ez jelent még Kalocsának és a térségének egy plusz hát mozgási irányt. A konferencián Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos aktív turisztikai fejlesztések című előadását is közvetítették. Hajósi lett az év zarándoka, Sát Mihályhoz kerül majd az elismerő oklevél, aki 2017-ben indult el először a magyar zarándokúton. Egy-két napos zarándokutakon korábban is részt vett, nyugdíjasként vált igazi zarándokká. Hétfői híradónkban osztottam meg a nyilvánossággal Rumi Imre, a Magyar Zarándokút Egyesület elnöke, hogy az év zarándoka Sát Mihály lett. Természetesen őt is megkerestük. Több mint 10 éve, amikor a Magyar Zarándokút még csak terv volt, és amikor a Hajósi önkormányzat eldöntötte, hogy az önkormányzati társulásba benevez, és így Hajós is bekapcsolódik a Magyar Zarándokút útvonalába. Amikor erről hallottam, akkor már eldöntöttem, hogy ha megérem a nyugdíjat egészségben, és olyan fizikai állapotban, akkor én ezt végig fogom tenni, tehát Esztergomtól Mária Gyűdig. Egy súlyos betegség után ez be is következett. 2017. augusztusában Tóth Péter Lóránt versvándorhoz csatlakozott. A 38 kilométer egy nap alatt azonban megállásra kényszerítette. Kudarc volt a második nap, tehát túl sokat vállaltunk, nem csak én, még a Péter is, de hát ő, neki nem volt választása, neki tovább kellett menni, de mivel fiatalabb én, mint én, és tehát ő bírta, nekem viszont le kellett állni, és
ez nem tört meg abba, hogy ezt meg fogom csinálni. Idén az évnyitó zarándoklaton részt tudott venni, 7 napon keresztül gyalogolt társaival. Nekem a harmadik ilyen részvételem volt a Magyar Zarándok Társulat évnyitó zarándoklatán, ami mindig jó hangulatba telik, és tehát igen jó barátságba kerültem a Magyar Zarándok Társulat tagjaival. 66 éves korom ellenére tehát meg tudom még csinálni, és amíg képes leszek rá, addig ezt megfogadtam, hogy hosszabb, rövidebb zarándok utak minden évben megteszek. A vezetőség egyhangú döntése volt, hogy 2020-ban a hajósi Sát Mihály legyen az év zarándoka. A kalocsai KC férfi együttese jelenleg az egyetlen, amelyik le tudta játszani a bajnokság összes őszi fordulóját. Nehéz helyzetből indult a csapat a tavaszi pandémiás időszak után, de végül hozták a kötelezőket, sőt annál is többet. 11-ből 8 mérkőzésen győztesként vonultak le a pályáról. Mint arról már korábban beszámoltunk, a múlt hétvégén lejátszotta utolsó őszi fordulóját a KKC férfi együttese. A csapat az új évadnak új játékos kerettel indult neki. Az igazolásokra elsősorban a távozó emberek pótlása miatt volt szükség. A tavalyi csapatunkból 4-en távoztak. A létszámot tekintve szinte kritikussá vált a helyzetünk. Mindenképpen gondoskodnunk kellett a pótlásukról, ezért leigazoltuk a rutinos Barabás Tamást a kapuba, a fiatal utánpótláskor Tóth Gábort és a kalocsai illetőségű Bok Milánt. A sikeres felkészülés után a megerősített keret nagy lendülettel vágott neki a bajnokságnak. 11 összecsapás várt Kolicsékra, melyet teljesítettek is, ami már önmagában nagy eredmény, ugyanis a mezőnyben ők az egyetlenek, akik a megadott időpontokban le tudták játszani az összes fordulójukat. Én maximálisan elégedett vagyok a csapattal. Tulajdonképpen 6 pontot veszítettünk a Hollertől, szenvedtünk vereséget az előző hétvégén a Nagykanizsától, és attól a Dunaújvárostól kaptunk ki egy góllal, aki velünk körülbelül azonos szintű csapatnak mondható. Kolicsi János bízik abban, hogy a vereségért tavasszal hazai pályán, hazai közönség előtt vissza tudnak majd vágni. Nekünk van a legnagyobb közönségbázisunk, a legjobb közönségünk, akik még az idegenbeli mérkőzésekre is elkísértek bennünket, és az ő hiányukat természetesen érezzük. Az őszi szezon elhalasztott mérkőzéseinek pótlásáról még nem kaptunk hiteles tájékoztatást, de az biztos, hogyha még nem is végleges a tabella, akkor is nagy örömünkre jelenleg lista vezető a KKC. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és híradóval holnap is várjuk Önöket. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!